A piaristák tatai megtelepedésének 250. évfordulóját ünnepli a rend. Ebből az alkalomból tartott ünnepi összejövetelt a Piarista Diákszövetség az Eötvös József gimnáziumban. A rendezvényre sok pap és egykori diák is eljött, hogy együtt elevenítsék fel a tatai piarista gimnázium életének éveit. Nagyon nagy várakozással készültünk a mai napra valóban. A piaristák tatai megtelepedésének 250. évfordulóját kezdtük ünnepelni, és azokat az atyákat tudtuk meginvitálni a mai napra, akik a Diákszövetség elmúlt 15 évében kapcsolatba kerültek velünk, mint a tatai tagozattal. Előadást tartottak, vagy szakmai tanácsokat kértünk, tehát ők jártak Tatán, szeretik ezt a várost, és most örömmel jöttek, hogy tartsanak egy-egy kis rövid előadást. Kisgimnazista koromban nem tudtam elképzelni, hogy egy ilyen ünnepség részvétele lesz, mert nem is tudtuk. Na de nagyon-nagyon örülünk, hogy 250 évvel ezelőtt telepedtek le a piaristák, Esterházy Miklós, majd halála után Esterházy Ferenc gróf meghívására, és ennek köszönhetően a piarista atyák itt Tatán 183 tanévet tanítottak folyamatosan. 1948 óta szünetel a piaristák tanítása érthető politikai okokból. A piarista gimnáziumra visszagondolva megint kettős gondolat születik. Egyrészt a piaristák rendkívüli diákközpontúsága, diák volt a legfontosabb számukra. A másik a tudományos munkájuk, amit próbáltak a mi színvonalunkon belénk önteni, csepegtetni, de megfelelő fegyelemmel. Úgyhogy bizony néha izzadtunk, néha egy kicsit féltünk, néha borsódzott a hátunk, mert hát a tanárok ugye különbözők voltak, de minden esetben a tudományt szolgálták és próbálták számunkra átadni. Az emlékülést követően a résztvevők a piarista kápolnában rendezett misére emlékeztek a piarista rend alapítójára és a tatai tanárokra.